Hagyományaikhoz hűen a Balatonfüredi Rekreációs Központ és üdülőben tartotta a teit évértékelő évindító ülését, köszönhetően a Paksi Atomerőmű vendégszeretetének. A termelési és biztonsági mutatók alapján igazán remek évet zárt az atomerőmű, amelyről a polgármestereket Pekári Géza vezérigazgató tájékoztatta. 2019-es évenk jól alakult, mind a termelés, mind a gazdasági adatok tekintetében, és hát alapvetően a nyíltság, őszinteség politikáját folytatjuk a napi gyakorlatunkba, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a környezetünkben élők, függetlenül attól, hogy vannak kapcsolatban közvetlenül az atomerőművel, hogy nincsenek, tájékozottak legyenek, és lássák azt, hogy mi történik, láthassák azt, hogy mi történik az erőművel, és hogyan működünk. A cég első embere továbbá kiemelte, nagy feladatuk lesz a munkaerő utánpótlást megtalálni és kiképezni. Készülnek tehát a feladatra. Csuka László, a PIP Kft. Ügyvezetője részletesen ismertette, mely területek iránt érdeklődnek a munkások elhelyezése kapcsán. Továbbá azt is, milyen szállástípusokban gondolkoznak. Így Pakson kívül Szekszárd, Fad, Kalocsa, Fogtó és Uszód település is elhangzott. A jelenlegi adatok alapján az építkezés csúcs időszakában 12.500 fővel növekedik majd az itt tartózkodók száma. A teit a kibővült tagoknak és az új polgármestereknek köszönhetően új lendületet szeretne venni. Egy kicsit intenzívebbé szeretnénk tenni a olyan mértékű kommunikációnkat, hogy tehát a lakosság felé eljutandó üzeneteinket, illetve egy kicsit a társulásban is van egy ilyen kis gondolkodásban, egy kis megújulási szándék. Nyilván a környezetünk, illetve a kornak megfelelően nekünk is változnunk kell, ami a környezetünknek az igénye, annak megfelelően tudjuk a feladatunkat ellátnunk. A találkozó során arról is tájékoztatást kaptak a településvezetők, hogy az új Dunahídnak köszönhetően a minisztérium kiemelt figyelmet szentel egy olyan kerékpárút hálózat kialakításának a Duna mindkét partján, melynek köszönhetően a térségben megélénkülhet a turizmus. A Szekszárd és Kalocsai hídon átkelve körutat tehet majd bárki két keréken is. További egyeztetéseket és döntéseket tartogat a társulás életében az éveleje, amelyeken meghatározzák majd 2020 részletes terveit és feladatait.